Sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer 3 Realm of Chaos kívásos végigjátszásomat Valkyával. És mit maradt abba ugye, hogy kitámadtam, mert ugye... Carl Franz megtámadta Nuln városát, és ugye én kitámadtam, hogy legyőzzem őt. Egész jó serege van, plusz igazából örülök annak, hogy a birodalom úgy még egy része az ugye megvan. Annak valójában örülök, mert hogy őszinte legyek, jobb lesz harcolni a birodalom ellen, mint például Craig the Slaughterer, ogrék ellen. Mondjuk jó ogrék ellen is harcolni, de birodalmiak ellen mégiscsak jobb szerintem. Vagyis hát nekem az jobban tetszik. Oké, minden igaz, ugye nekem kell támadnom. Martalócok. Egész jó a városi őrség, de annyi az egész, hogy a városi őrségben még ugye nincs Chosen. Oké, mikor a Demigriff Knight Halberd az veszélyes. Igen, a Demigriff Knight az nagyon jó, de a Soul Grinder az szintén. Plusz ugye az olyan Demigriff Knight, ami gyalogság ellen van igazából. Oh wow, a Bloodletters of Khorne megeszi a Demigriff Knight Halberdet. Ja, a Demigriff Knight Halberd az megtört. El kéne intézni a sima Demigriff Knightokat. Nagyon jó, mert ugye mágikus támadása van a Bloodletters-nek. Így ignorálják ugye a... Azt hiszem ignorálják a páncélt, és ugyanúgy a izét is, például a fizikai ellenállás vagy ilyesmi. Ó, az a Soul Grinder kapja. Oké, itt van Call Friends. Take it,
A birodalom bátor katonái! Várj, majdnem elveszítettem a Lordot. Várjunk, Army Loss, ez csak ugye Call Friends, ő megtörhetetlen. Ja, ez valójában jó volt. Ah, Call Friendsnek vége. Deathclaw az pedig. Hát igazából csak lesebesült. Oké, még ugye ebből a néhány menekülőből kéne elintézni. Igazából mindegy, mert ami marad az... az már nem vészes. Ah, valójában teljesen megsemmisültek. Várjunk, neki megvan a D-Tower, szóval... Az nagyon jó. Az nagyon-nagyon jó. Neki is megvan. Neki nincs meg. Ezt ki kéne cseréljem, ezt a démon herceget, és ő kéne irányítsa azt a sereget majd. Ó, itt van a Forbidden Citadel, ami ugye Festusé, és van vas, ami nagyon jó lenne, mert ugye még 10 páncél a izének. A Chaos harcosoknak. És extra 10 páncél ugye a Chaos harcosoknak az mindig jól jön. Ja, már ugye 160 páncélja van. Chalice of... Wow, még egy Chalice of Chaos. Ez komoly. Ez nagyon jó amúgy. Aid me in slaughter! Demon Prince! Oké, okay, át tudom alakítani az egységet. Oké, okay, lassan ugye Valkyának újra meg lesz a serege. Nagyon jó volt harcolni egyet birodalmiak ellen. Ah, sikerült a rajtaütés, lol. Várjunk, ezt el kell veszítsem. Amúgy az előző csata ugye
a norszkai sereg ellen, az nem tudom, hogy adott a játék izét, olyan arányt. Talán azért, mert ugye... Ha minden igaz, akkor a városi őrségben lévő káosz harcosoknak is izé van. Extra páncélzata, ha minden igaz. Szóval lehet, hogy azért adott olyan jó arányt, mert ugye a káosz harcosaimnak nagyon sok a páncélzata. Várjunk, 5 körön keresztül a Chaos Spawn egységeknek regenerálódás és fegyvererőség. 100%-kal több fegyvererőség. Mindegy. Oké, szóval... Neki megvan ugye Drasso atrétje, igen. És vissza kell hívjam őt, hogy ő megszerezze Drasso atrétjét. Demon Prince! Without mercy! Oké, aranyfogat jó lenne legyőzni, bár ha jól látom, valaki kifosztotta a városát, csak nem foglalta el. Plusz ugye érdemes tudni azt, hogy Valkyának a frakciója ugye úgy működik, hogy ha erőltetett menetben is vagy, az egységeid nincsenek kifáradva. Valkyria the Bloody, Mistress of Skulls. Tempest set fire. Intimidate and inspire. Dream magic. There will always be blood. Oké, minden igaz, akkor a következő körben visszatér, Helmand Gorst. És valójában majd Valkyriával is vissza kéne jönnöm ide. Ezzel a démon herceggel valójában irány trot ellen. There shall be no rest. Demon Prince, there shall be ruin. Demon Prince, the gods. Várjunk, itt túl sok a troll. Ebben a seregben még kéne egy, Exalted Hero. Várjunk. Ez nekem nem kell, vagy igen? Várjunk, ezeket egyelőre nem tudom átalakítani. Jó lenne megszerezni néhány démon herceggel trot trétjét. Ja igen, Harold Hammerstall már le kéne győzni ezét is, Calfrenst. Ja. Ám bár egy portál segítségével át tudnék ugrani ide, hogy legyőzzem majd Calfrenst. Hány területe van Calfrenstnek amúgy? 3. Yes.
Marienburgnak sok ellensége van, de... Carl Franznek csak... Csak én. És ha jól látom, neki nincs meg Aldorf. Ja, Aldorfot elfoglalta izé a Great Orthodoxy. Á, gondoltam, hogy megtámadnak. Ú, néhány egységet elveszítenék, az nem jó. Ám bár ha lejátszom a csatát, akkor szerintem nem fogok. Ám bár van egy csomó nörgling, meg ugye néhány Regiment of Renown, vagy sima egység, ugye? Oké, át kéne rakni ide az egységeket. Várjuk, arra gondoltam, hogy az emberi egységeket előre. És csak utána a démonokat, mert ugye a démonoknak sajnos... hát nekem egyáltalán nem tetszik, ahogy a démonok működnek jelenleg a játékban. A démon egységek. Mert ugye, hogyha például lemegy a morájuk, akkor ugye meghal a teljes egység. Meghalhat a teljes egység. Igazából sokkal jobb lenne a játék úgy, hogyha ugye... Úgymond csatában, úgymond el is veszíted az egységet teljesen, de hogyha a végén győzöl, akkor visszakapod az egységnek 10%-át. Az valójában úgy szerintem jó lenne. És utána persze újra kéne töltődjenek, de hát az már nem olyan nagy gond. De az ugye, hogyha például elveszíted a teljes csapatot egy csatában, akkor annak az egységnek kész végé és újat kell fölvegyél. Az valahogy úgy nem a legjobb. Főleg nem akkor, hogyha például már nagyon tapasztalt. Bakker, de nagyon mellé mennek a lövések, mi a fene? Vagy tényleg ennyire nem tudják sebezni? 16% ward save. Oké, már lassan, de vége neki. Mondjuk van plusz 9 melee defense, cloud of flies. Gyerünk! Blood letters. Mondjuk az Exalted Blood Letters of Khorne az nagyon erős.
Oké, ennek az Ottónak lassan vége. Ja, neki annyi, és kéne lőni a Great Unclean One-t. Oké, ezt a martalóc egységet tovább tudom majd fejleszteni. Ja, a Great... a szép sebzés a Great Unclean One-on. Valójában egész szépen sebeznek ezek a martalócok. Kilőtték ugye itt a hőst, vagy lordot, ott is kilőttek egy lordot, vagy hőst. Plusz kilőtték a Great Unclean One-t. Amiért ugye kicsit rossz harcolni Nurgle ellen, az az, hogy az egységei ugye mindig legyengítik az én egységeimet, ugye a mérgező támadás miatt. Ám bár army loss ez. Kaptak Hellblade-et, az szép. Gyerünk, lőni kéne. És neki annyi szép. Győztünk? Azt hiszem győztünk. Ha minden igaz, akkor az ellenséges seregek teljesen megsemmisültek. És mindössze 317 veszteség. Oké, mindegy. Path to Glory unlocked. Lesebesítették a izét, az egyik hőst. Slaughter begets rewards. Oké, ezt a két egységet tovább tudom fejleszteni, nagyon jó. A martalóc helyett pedig kell egy ilyen. Ó, hello. Ám bár kéne támadni, mert... erőltetett menetben vannak. Demon Prince, a deluge of slaughter. Valkyria the Bloody. Oké, Drassoat vissza is tért. Oké. Sword Maiden of the Blood God. Nagyon jó. Egy újabb démonnal van meg a trét. Nagyon jó. Useful adornments. Őt le kell szereljem, és ő menni fog ugye vissza ide.
Várjunk, neked meg van D-Tower, oké. Okay. Neki nincs meg, ugye? Nincs meg, oké, okay, az jó. Ám bár neki meg van. Ezek az egységek nem kellenek. Na várjunk, ennek a karakternek kéne valami cucc. Oké, okay, van az a Slave Master, ez nekem nem kell, OR Slave nem kell, a Demagogue nem kell, Dark Soul nem kell. Valójában ott van még ugye a Student, az sem kell, mert már ugye nincs technológia, amit ki tudnék fejleszteni. Demon Prince! Mortal folly! Oké, okay, a Great Orthodoxy mindössze 7 területtel rendelkezik. Igazából ebbe a seregbe kéne még mágus. Nem mágus, hanem Exalted Hero. Oh, hello. Ez hogy került a hátomba? Várjunk a Helmand Gorst. Igen, visszatért. Demon Prince, perpetua. Unleash the bloodlust. The ruinous powers. Path to Glory unlocked, nagyon jó. I serve the blood god. Chaos incarnate. Nice night for a walk. Valkyával vissza. Jó lenne valójában Valkyával is legyőzni Helmand Gorstot, mert ugye az a mérgező támadás az valójában egész jó, ugye nagyon meggyengíti az ellenséget, amit ugye meg... tud, vagy amihez hozzáér, úgymond a karakter. Dark Princely. Ascended. Good. Now yes. Kéne még kapacitás ugye Exalted Hero-ra, és arra gondoltam, hogy itt ugye támadni kéne. Oké, okay, a játék azt mondja, hogy Valiant Defeat, ám bár szerintem van esély győzni, de ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!